olcsóbb működtetés és a helyieknek jobban ízlő ételek. Ezeket várja a helyi közétkeztetés átalakításától az ötletgazda. Zaják Rita azt mondja, már júliustól átveszi a szolgáltatást az önkormányzat egyik cége. A diákétkeztetési KFT a törvények szerint erre nem alkalmas, ugyanis egy jogszabály kiírja, hogy csak akkor vehetni át a városi cég a szolgáltatást, ha a bevételeinek legalább 80%-a az önkormányzattól érkezik. Ezért a tervek szerint a városfejlesztési KFT-t bízzák meg a feladattal, így nem kell közbeszerzést kiírni. Akkor ugyanis semmi sem garantálná, hogy nem egy külső cég nyeri majd a versenyt. Az a célunk, hogy az étel minősége jobb legyen, és az a célunk, hogy ne kerüljön több az önkormányzatnak, ha pedig ebből mondjuk még az önkormányzatnak nyeresége is származik, akkor azt nyilván vissza kell forgatni más önkormányzati feladatokra. Zaják Rita javaslatát a közgyűlési frakciók is tárgyalták, és bár az Éjjel Szekszárd tagjai 2019-ben még azzal kampányoltak, hogy önkormányzati cégre bízzák a közétkeztetést, most mégsem támogatták a kezdeményezést. Rácz Zoltán, a frakció alelnöke például márciusban azt írta, idézem, az ÉSZ frakció álláspontja, hogy a közétkeztetéssel a szekszárdi közétkeztetési KFT-t kell megbízni, ezt viszont a törvény egyszerűen nem engedte volna. Később az Éjjel Szekszárd tagjai azt is szerették volna, hogy közbeszerzést írjanak ki, akkor viszont semmi sem garantálta volna, hogy a versenyt a város cége nyeri majd. Az volt a javaslat, hogy a diákétkeztetési KFT nyerje meg, vagy kapja meg a feladatot. Most a kapja meg, az ugye in-house lehetne. Viszont az in-house-nak nem felel meg a diákétkeztetési KFT. Az, hogy nyerje meg azért nehezen megjósolható egy közbeszerzési eljárásban, hogy ki fog nyerni. A szekszárdi önkormányzat cége várhatóan júliustól veszi át a közétkeztetési feladatokat a mostani szolgáltatótól.